megbocsátékeseket, jobb nem a világ. Nem, kedves! Kedve úr, hagyjon békét! Én nem kalandot keresni jöttem! Én nyaralni és pihenni szeretnék! Na és egy csak hagyd volna! Ülök el sem szeretem az ilyen hirtelen csapokat! Nem, muszájulnak hirtelennek lenni! Mutsam nekem szépen, lassan, mindent jól megmondolva, mindent jól megmondolva! És persze, ha kijön a feleségre! Hát akkor abba hagyjam előre, de mégsem élik, hogy ebben! Nem, kedves kedve úr, itt nem! Nem mondom! Esetre volt testi! Hát ugyebár maga, ne üssed fel! Na, a világtörténelemben még előfordul be, hogy nős ember megcsókolt valaki? De itt nem fog előfordulni, kérlek! Én nem akarom a nyarulásomat ilyesmivel elrontani! Hát a kedves felesége rájön! Kegy szabadulás! Hát különben is, a felesége nagyon jó is lesz magát! Én mondom el! Hát nem mondom! Igazán nehezen szállta rá magát, hogy egy magányos nőnek adja ki a szabad szobát. De valljuk be őszintén, hát ez nem is illik a maga, amit maga itt csinál. Ilyen őrültséget kitalálni kellene, mint az a Holka úr dolog. Hát esküszöm, ilyet nem is hallottam, hát hogy jut ilyesmi eszeit? Ha mit csináljon az ember? Akkor este észre akartam menni a maga dobájába, amikor látom, hogy a gangon jön a feleségem egy gyertyába. Hű, Mária! Gyorsan kinyújtottam a kezemet, és tovább mentem. És a felesége nem kiáltott magára? Na, és kiáltott. Tőlem aztán kiabálhatott. Felmászott háztetőre, szépen végig sétáltam. Lemásztam, bementem a hálószobába, és lefeküdtem. Mit mondjak szegény feleségem egész éjjel? Hát van magának szíve. Szíve? Mondják csak komod, de lábomod már alig. Lába! Hát mit gondol magam, minden éjjel megcsinál ezt a dolgot? A maga sem az áltat, hogy kérem. De hát miért csinálja minden nap? Még legalább két éjjel. Sáj, hadd higgy a feleségem, hogy ez a boldogosság a mai dolog. Két nap, meggyógyuló, legalább boldog lesz szegényeket. Na hát, szégyelje magát. Hát miért? Ilyen fájdalmat okoz a feleségének. Kedves kisasszony, egy feleség sokkal jobban eltűri azt, hogy a férje tízszer felmászom a háztetőre, nincs sem, hogy egyszer megcsalj. Ilyen, már fél tíz. Jó lesz, ha lefekszel, az éjjel nem aludtál. Én véletlenül remekül aludtam. Nem aludtál remekül, fiam. Remekül aludtam. Szegény, nem tud semmiről semmit. Nem aludtál remekül. Na, csak megkérdezem. De miért? Megkérdez nagyon sokat, mennyi és megkérdez. De miért fiatal? Szegény nem tud semmiről se. Szegény. Érdekes, hogy nappal nincs semmi baj. De ahogy megadja az Isten szépszakát, hát akkor. De legalább gyógyítható lenne. Mert itt leányvalóan még csak megállja ezekkel az alacsony házakkal. De képzeljen Pesten a tanúton, ha egyszer ne ad Isten leesik! Érdemelnék! Tessék! Mondom, megérdemelnék, hogy meggyógyuljon olyan kedves ember! Azt elveszem, és hogy szeret engem! Én minden esetre nyitom egy ideggyógyász Pestőt. Most a kígyógyász hajóval talán meg is érti. Remélem meg tudja gyógyítani, szegény. Egész biztosan. De milyen gyönyörűen süt a hol. Én lemennék a kertbe egy kicsit szállni. Nem tetszik jönni? Nem, drága. Én szegény férjemmel ő nem gondolok. De maga csak menjen, hogy tényleg széles van. Gyönyörű! Isabella volt az előző tulajdonos nő, de ő szegény már meg.
meghal. Na, ilyen van még szerencsé. Életemben még sosem láttam egy éhre viszont. Egyre rápok egy hirdetést, hogy azt mondja, hogy Izabella van. Erre kiderül, hogy itt az Izabella papírnak. De tulajdonképpen kihez van szerencsét? Én vagyok a tarlok. Kicsoda kérdés? Mondom, tarlok. Tarlok, menhér. És mivel szolgálhatok? Hát hogy mivel szolgálhat? Hát itt a levele. Két hétre vettem ki a szobát. Csak lakásra. Jaj, hát maga! Hát persze, hogy én vagyok. Mivel szolgálhatok? Hát érdekes maga. Hát hogy őszinte legyek, Darló úr, ön csak holnapra vártam ön. Ez igaz. Úgy volt, hogy holnap érkezem. De ma délben kikapom. Szabadságomat. Mondod, amit várjak Pest. Én kérem, egy-két életemben dolgoztam, és még sosem nyaraltam. Most először tehetem. Hát ön tövésen. Nagyon teljes. És mondjam, a Dunámból? Igen, a Dunámból. Hajóban? Miért? Kezdett ám? Azt hittem, hogy idáig húztam. Hát, kedves Tarló úr, remélem, jól fogja érezni magam nálunk. Hát miért érezni jól magam? Hát azért jöttem, hogy jól érezzem magamat. És mondjam, hol fog posztolni? Arra is kaptam valami zeytulát, de a koszt az nem probléma. Én kérem, elhatároztam, hogy azt eszem, amit fogok. Amit fog? Azt teszik? Hát ezt reméltem. Amit tetszik látni, én hoztam magammal forgot. Kiülök a partra és forgászom. Amit fogok, azt tetszik. Na és tegyük fel, hogy nem fog semmi. Ha-ha! Arra is gondoltam. Hoztam magammal csaléteknek 2 kiló paprikás szalonnát. Micsoda! Csaléteknek szalonnát? Nem gondoltam, hogy nem fogok halott, megeszem a csalétket. Elég az hozzá, hogy amíg én itt leszel, kérem, én halászatból fogok érdemelni mindról. Jól tudom, Nimrod nem halász volt. Ugyan! Ha nem halász. Na, az se rossz. Csak az egy kicsit drága. Mert ahhoz kell ugye puska, meg iparigazolvány, meg vadászterület, meg aztán nekem speciál 2 szenvedélye van. A horgászás és a remény. Horgászok? Még nem. De rövidni már csak. Most azonban horgászni fog. Hát nézd azt, hogy ha fogok egy sellőt... Az nem sellő, a süllő. Mi a süllő? A sellő? Nem kérem. A sellő az egy mitológiai alap. Egy nő innen hal. Hogy is van ez kérem? Eddig nő innen hal. Innen hal? De hát akkor... De hát... Hogy tud az a nő megélni, kérem? Ugyan, de ugyan. De hogy legalább eddig nő volt. Úgy látszik, hogy maga nem jár a mitológiához. Hát abban nem, de Csehszlovákiában jár. Szóval, ha ön vagy a kedves lény esetleg, ön is gyakorlának. Sajnos, mostanában esténként megígy előszetes. Tudja miért? A férje miatt. Férje miatt? Igen, ugyanis, hát hogy is mondjam, néhány napokra a férjem, na de igazán csak csak nem gondolja, hogy én valakinek kifeszélyem, de Izabella jár. Néhány napokra a férjem, lunatikus lett. A férje? Hogy? Mi lett a kedves lényeg? Lunatikus. Aha, és mondja, ez több mint egy jegyzet. Hát ez az izény, mondja már ez a lunatikusság. Te is tarló úr, ez nem egy állás. Ugye, kérem, sose szerintjegyzet. Azért ez egy nagyon szép állás. Mondod, hogy maga nem érti a dolgot.
Cserepes. Kérdésedre? Nem. Hát akkor bocsásson meg, de ez nem egy normál cserepe. És ott mászkál, kérjön rá? Mondja, Lacsi, a maga kedves tény. Nem hordta ott. Na, akkor talán szolgálja. Vissza Pestre. Na, de itt most nem is megy vajon Pestre. Akkor megyek gyalog, vagy úszva. Csak nem gondolja, hogy a házba fogok rakni, mert a tetején hordkollosok mászkálnak. Nálam kérem a háztetők mászkáljon egy macska, de nem egy fétje. Kérem, én nem kapogtatom. Menjek is tehérébe. Nem gondolja, hogy a tönkedért ki fogom dobni szerencsétlen férjemet. Én nem mondtam, hogy dobja ki, de egy hordkollosra egy lakásban nem alszom. Hát ne alszom. Hát nem is alszom. Na. A maga kedves férje még kedves éjszaka bejönni a szobámba. És még csak nem is szólhatok hozzá egy szót se, mert ugye egy hordkolloshoz nem szabad beszélni. Kérem, én nem maradok vissza, nekem vagy ezt az egész világ. Hát én eladom magának a világnak, a mehet Isten hírére. Na nézze meg a szemben! Tudja, megyek is, alá szolgál. Mini a tarla! Kérem, csókolom, itt a kisasszony! Kérem, mit csinálni? Hát itt járok leállni. Igazán, képzelje, én is. Szóval, én is itt jövök. Hát ez nekik az adőrömentek. Nagyon boldog vagyok, hogy látom. Istenem, nem azért, de hányszor gondoltam annak idején, amikor belivegett hozzánk az irodába, hogy te tartod. Ha te ezzel a lányal ezzel elutaztattál egy-két hétre, megmutathattál neki, hogy te ki vagy? Hogy vagy tudsz te a nőkkel, nem? Hát kedves Karla úr, most megmutat, adjad! Fogalma vagy itt mutatni? Igen! De hogy is van itt? Ugyanis, mint megmondta meg, hogy mit történt a férjemet, megijed, és el akar szólni. Szólom, maga megijed! Megijedni én? Ha igazán nevetséges! Nem fogok megijedni! Gyere, megijedte is, basz! Nem, basz kérem, mert én nem ijedtem meg! Egy taladó sosem ijed meg! Szóval itt fog lakni! Hát kérem! Talóra kedvem én remélem, hogy nem tudom! Na csak sosem adom! Sosem adom! Tudja, most már azért sem. Csak nem gondolja, hogy én megijedek egy ilyen izeitől! Menj fel, mert kérem, ott mászkálhat! Ha nem igaz kérdez, hogy egy neked milyen fekvem van, egyszer jövök el nyaralni. Hát akkor tegye le a hordját a szobámban, és jöjjön le velem a kertre. Majd megmondom, milyen gyönyörűen süt a hord. Igen, süt a hord. De ez a hasas, a hord sütéstől fog bejönni. Egy neked milyen fekvem van, de ha bejön a szobámban. Én nagyon ütöm! Mondtam annak az embernek, hogy nekem vastagabb rutat adjon! Miért kérem? Ez a rút éppen elég vastag! Hát egy hal volt! De egy hordkollos volt! Kiszámított el! Egyszer megyek el nyaralni! Akkor csinál! Hogy is volt az a dolog? Néhány nap óta észrevettem,
páciens? Igen, a páciens. Már éppen nyakon akartam ütni a páciensen. Amikor látom, hogy tovább megy, és felmászik a háztetőre. A páciens? Igen, a páciens. Hát, ez egy tipikus. És hány éves a páciens? Negy. Gyenge a beteg? Erős, izmos? Erős. Hát, meg fogom vizsgálni. Jó, éppen azt hiszem, hogy megyek nagyébredtem, és ide. Nagy szó se lehet róla. Hát, ha ébren van, hát akkor úgy tudok semmi. Meg kell várnom, amit klaszba lesz. Ezzel a szóval keresztül kellett mennie, ha ki akar jönni? Igen. Na, akkor én most leülök, megvárom, és megvizsgálom. Doktor úr, csak még azt akartam mondani. Na, hagyjon magamra, kérem. Kérem, kérem. Azt mondtam, hogy hagyjon magamra. Hagyjon magamra, kérem. Most menek egy kicsit a kertbe. Oh. Várhatom ezt az embert odalent.
hülye horkolos alak, és nem tudtam tőle megszabadulni. Ugyan kérem, hát maga elhiszi, hogy ez az ember horkolos? Ez olyan horkolos, hogy fölmászik a torony tetejébe. Ugyan már ne legyen olyan naív. A dolog úgy áll, hogy ezelőtt pár napról be akar jönni hozzá a szobába. Abba. És a feleségre meg észrevette, és hogy ne legyen belőle botra, hát bemesélte a feleségének, hogy horkolos. És a feleség elhitte? Persze, hogy elhitte. Hát ilyen buta lett? Hát de hisz maga is elhitte. Hát buta is vagyok, én akarom. Én ahogy ránéztem, mindjárt láttam, hogy ez egy ilyen táncfestél. Lennak ebben már egy kicsit hűvösen. De majd, később, ha a háziasszonyai befeküsznek, jöjjön be hozzám a szobába, majd egy kicsit el is kurálunk, na bejön! Hát hogy te mentél, hát mindig erre vágtam! De csak is kurálni! Nem miért vagy a kis roncot meg, amire gondolj? Kérdem, ne táplálj mondjuk reményeket! Hát, remények! Én már amivel is mindig pesszimista vagyok, de azért néha nem vagyok el. Na így ne számítsam, semmit nem tudom kérde, viszontlátásra! Csókolom a kis kezét! Na majd adok én neked! Uruk már nincs lába! Hol? Olasz? Nagybácsi? Na, egy, kettő, más, elveködni! Hol? Olasz nagybácsi? Nézd, de ne nagybácsi, Zoli, barátom! Én útba van vágom, hogy jól nincs! Látszik a felébe! Hány ugye van itt? Mit akar ez én tőle? Hol? Kocka? Csuka? Csip, mert felébredek!